Az egyre égetőbb munkaerőhiány egyik megoldása a rendszeres vállalatokon belüli képzések lehetnek. Nincs már más tartalék, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Sajnos a mikrovállalkozók területén nem lehet, a kis és középvállalkozók, ahol megfelelő infrastruktúra, meg megfelelő humánpolitika is van, tehát ők tudnak ebben lépni, és megyénkben a zöme a vállalkozóknak ehhez a szférához tartozik. Az unió pályázati lehetőségeit azonban az országos tendenciákhoz mérten Tolna megyében kevesebb vállalkozás használta ki. Összesen 6 nagyvállalat, illetve 26 KKV nyert a kamara által kezelt pályázaton. Azon vállalkozók jelentkeztek ezekre a pályázatokra, elsősorban akik már korábbi uniós pályázatokon is sikeresen részt vettek és felismerték a pozitív hatásait. Így a jelen esetben, hogy saját munkaerő képzésével gyakorlatilag egy versenyképesebb piaci pozícióhoz tudjanak jutni ahhoz, hogy akár a belföldi, akár a külföldi piacaikat növelni tudják. Az autóipari beszállítóktól a termelőcégeken keresztül több vendéglátóhely is a pályázók között van. A kamera szakemberei abban bíznak, hogy a vállalkozások nyitottabbá válnak a belső képzések és a pályázati lehetőségek kihasználásának területén.